something like that. And that is a cracker. There you go. Is he going to get the reward for playing the safety? It looks like he is. A Snooker magazin mai adásában néhány különleges biztonsági lökést vizsgálunk meg. Révész Bulcsú elmagyarázza, hogy melyik megoldásnak mi a lényege, illetve azt is megnézhetjük, hogy mennyire nehéz ezeket a lökéseket végrehajtani. Kezdjük Marco Fu parád és snookerével, melyet Ronnie O'Sullivan ellen mutatott be. This is a good shot. Mennyire nehéz a kéket átvinni a rózsaszín és a fekete között? Az egyáltalán nem nehéz, pláne nem a profitnak. Az volt ebben a lökésben ugye a lényeg, hogy megelőzzem a kérdésedet, hogy ugye jobb forgatóval ide a falra, aztán a jobb hosszú falra, aztán az alsó rövid falra, és onnan be a fekete mögé, és ugye a kék itt álljon, meg ne akadjon el se a feketében odafelé, sem a rózsában visszafelé, ami a nagyobb veszély volt. Mit tudod snookert adni? Borzasztó nehéz a lökés igazából. Tényleg nehéz, sokszor kellett vele próbálkozni. Az a kérdésem, hogy miért bújik ki a fekete mögül, milyenek az oka? A jobb forgató miatt. Itt nem ér annyit a jobb forgató, mint itt, és lehet, hogyha nem lenne benne a jobb forgató, ahogy ugye fucsinálta, akkor be lehetne állni a fekete mögé, de mivel van benne jobbos, ezért ugye jobb felé forog a fehér, és jobban kimegy. Meglehetősen jó. Tehát akkor mi volt a lényeg ennek a lökésnek? Hol kellett elvinni a kéket? Hol kellett gurulnia? Az volt a lényeg, hogy minél közelebb menjen a feketéhez, a fekete és a rózsa között természetesen, és a falról vissza úgy, hogy közel menjen a rózsához, de persze ne akadjon el benne, és erre a területre vissza. És van olyan lökés, ugye rengetegféle biztonsági lökés van nyilván, van olyan, hogy egyik játékosnak mondjuk ez a fajta lökés nem annyira passzol, a másik az jobban a kezére áll, vagy az agyára áll? Abszolút. Itt a példa. Ezt én egyáltalán nem érzem. Tehát mi mindenkinek van olyan, és több szituációból is van minimum 2-3 lehetőség, amit lehet lökni. Ezt a játékosnak kell fölismerni, hogy neki mi megy, melyiket szokta érezni, és nyilván a legjobbat kell. Persze, ha úgy vesszük, más megoldás is létezik. Az a mázlik, hogy beesett a kék, így fél pont. Mehet tovább a break, semmi gond. Fú, én nem ezt lökve, nem is értem. Én biztos, hogy a rózsa mögé próbáltam volna meg berakni. Tehát az így menne szerintem. Nézzek, ott vagyok a rózsa mögött, és így is tök tuti snooker, tehát ahhoz nem kellett a fekete mögött maradni. Ronnie O'Sullivan biztonsági lökésének több vonatkozása is van. A legfontosabb persze, hogy gyönyörűen bekormányozta a fehér golyót a fekete takarásába. Az egész azzal kezdődik, hogy fel kell állítani a golyókat a megfelelő pozícióba. Ronnie O'Sullivan biztonsági lökése, Hawkins ellen lökte. Jól gondolom-e, hogy célja volt az is, nyilván azon túl, hogy a fehéret bebújtassa a fekete mögé, de hogy célja volt-e az is, hogy a sárga akadjon a zöldben? Igen, nagy valószínűséggel, mert ha a sárga elmegy a zöld és a fal között, akkor nagy valószínűséggel átgurult volna a bal felsőhöz, és ugye, hogyha nem bújik be a fekete mögé a fehér, akkor hatalmas zicser maradt Hawkinsnak, tehát volt benne valami, és lehet, hogy azért is próbálta borzasztóan nagy balforgatóval, hogy könnyebben forogjon erre felé, és vékonyabban el tudja találni a sárgát, hogy akadjon el a zöldben. És nem csak az volt a lényeg, hogyha például ugye a fehér nem bújna be a fekete mögé, nem maradjon olyan könnyű induló Hawkinsnak, bár az is lökhető lenne, hanem hogy a zöldet hozza játékba, ugye, hogy jobb pozícióba kerüljen. Ha snooker lenne, nem találna Hawkins, vagy akár el is találná, ha állás maradna, akkor könnyebben le tudja lökni az asztalt. No, de ez sem olyan könnyű.
Ez már jobb, de még mindig nem az igazi. Ez sem annyira tökéletes, mint O'Sullivan lökése, de a lényeg megvan, a sárga nem látszik. De akkor magyarázd el nekem, légy szíves, hogy hogy kell ezt lökni, hol találjam el a fehéret, hogy jó legyen, és milyen erővel? Középen, tehát a magasságot tekintve középen találd el a fehéret, és bal oldalt, hogy könnyebben forogjon erre felé, és jöjjön be a fekete mögé, és próbálj úgy célozni, hogy amikor eléri a falat, akkor akadjon el az oldal. Milyen vékonyan kell eltalálni ez a sárgát? Elég vékonyan. Nem tudom, így számokban nem tudom meghatározni. Jó, negyed, elég nyolcad. Igen, nyolcad. Nyolcad. Jó, kétszer próbálom meg, aztán... És ez lett a jobb kísérlet. Judd Trump lökése is a nehezebbek közé tartozik, bár annyi könnyebbség van benne, hogy több golyó mögé is be lehet bújtatni a fehéret. Mi volt itt a célja vajon? Melyik golyó mögé akarta bevinni? Egyáltalán fontos-e, hogy melyik mögé bújik be a fehér? Itt ugye van három golyó is, ami mögé könnyen lehetett bújni, a kék, a zöld és a fekete. Neki csak az volt a lényeg, hogy innen falról a fehérrel eljön ide, és a fehér be tudjon menni. Ha a kék mögött áll meg, az is jó, a zöld mögött áll meg, az is jó, a fekete mögött szintén. Neki a zöld jött ki. Igazából itt mindig van egy céljuk a játékosoknak, hogy melyik mögé akarnak bújni. Ha ilyen több lehetőség van, akkor azért általában az jön ki nekik, szóval itt nagy valószínűséggel a zöld mögé akart bújni. Szintén fontos kérdés, hogy hogyan kell mozgatni a piros golyót. Ugye bal hosszú fal, felső rövid fal, és jöjjön ide valóban a lyuk környékére, az ugye nem jó, de így adja magát a szög. Tehát a fehérnek egy kis jobb forgatót, hogy könnyebben forogjon arra felé. A piros nagyjából valahova ide fog visszajönni. Szerencsés a játékos, akkor fal mellett áll meg, de azért könnyen induló maradhat utána a másiknak, ha persze nem bújik be. No de, ez sem egy triviális megoldás. Ez már sokkal jobb, de még mindig nem az igazi. Itt már összejön a snooker, ha nem is a zöld, hanem a kék golyó mögé. Aki tud jobbat, jelentkezzen.